A te jókedved, a te humorod maradjon meg örökké, amiből mi eddig is táplálkoztunk, szeretnénk még sokáig. Gyurkovics Jánost, Szekszárd alpolgármesterét búcsúztatták a szekszárdi polgármesteri hivatalban. Az ünnepséget sikerült meglepetésnek tartaniuk a szervezőknek. Gyurkovics János 10 éve lett képviselő, majd később alpolgármester Szekszárdon. Ez teljes meglepetés volt. Nem említették a közvetlen kollégáim és a hivatal dolgozói sem, hogy ilyen merénylet készül, ez teljes meglepetés volt. Most itt az Attilával 1:45-2 óráig beszélgettünk, de hát akkor se vetődött fel a dolog, hogy mire készülünk, hogy mind. Az alpolgármester azt mondja, munkája során próbált mindenkinek segíteni a közös előrehaladás érdekében. Mindenki tudja, hogy ez nekem egy kényszerpálya volt. Én 2 ciklusra szegődtem képviselőnek, és hát én nem gondoltam a legsötétebb gondolatomban sem, hogy én nekem alpolgármesteri feladatokat kell ellátni. Hát ez is derült égből villámcsapás volt, és hát természetesen aki itt volt és látta a folyamatot, hát az látta, hogy ez volt az egyetlen megoldás. Berlinger Attila polgármester úgy fogalmazott, Gyurkovics János a szerénységével, a humorával és jó szívűségével példát mutathat a jelen és a jövő generációjának is. Végtelenül boldog embernek érzem magam, hogy ennyi ideje ismerhetem Szekszárd város egyik legkiválóbb emberi, Gyurkovics János alpolgármester urat. Ugyancsak rövid ideig dolgozhattam vele együtt polgármester és alpolgármester párosban, de a mi kapcsolatunk, és azt gondolom a város iránt érzett elhivatottsága ennél sokkal mélyebb gyökerű. A leköszönő alpolgármester elmondta azt is, a jövőben is szívesen áll rendelkezésre, ha bármilyen formában szükség van a munkájára.